Köszöntöm az Ajka Televízió nézőit, és köszöntöm a stúdióban dr. Navracsics Tibort, akivel ebben a minőségében, mármint hogy országgyűlési képviselő, először találkozunk itt a stúdióban, de már lassan kezdi megszokni, a mandátumát is átvette, tudomásom szerint. De ne ebből induljunk ki, hanem egy mai hírből, hát amikor adásba kerül, már nem mai lesz, de hogy állítólag van rá esély, hogy uniós miniszteri posztot hoznak létre az 5. Orbán kormányban, és a miniszteri szék várományosa éppen ön lenne. Meg tudja erősíteni ezt az értesülést? Jó napot kívánok! Pontosan fogalmazott, tehát van rá esély. Van esély. Óvatosak vagyunk. Tárgyalások folynak, igen, jelen pillanatban. Van erről is szó. Meglátjuk, mint is igen alakul. Lehet, hogy mire adásba kerül, addigra ez már el is dől. Próbálunk lépést tartani a napi fejleményekkel, de visszautalnék egy múlt heti ajkai szóban megjelent cikkre, amiben azt találgattuk, hogy vajon van-e elég ideje a miniszteri biztosnak, képviselő úrnak most már arra, hogy minden pozícióját 100%-osan ellássa. És most jönne még ez a miniszteri megbízatás, ha persze, hogy nem érzi úgy, hogy túlterhelt híddá kezd válni, és hát valamit könnyíteni kell a terheken. Hát ez majd kiderül. Nyilván ez akármi is lesz, ha akár lesz miniszteri pozíció, akár nem, önmagában az országgyűlési képviselőség is, amikor már ténylegesen megalakul az országgyűlés, elkezdődik a munka, akkor láthatóvá válik már, hogy az élet más területén hol kell visszavenni. Ugye én egészen mostanáig főállásban az ELTE Állam és Jogtudományi Karának a Politikatudományi Intézetében voltam, vagy vagyok docensként. Nyilvánvalóan itt majd fizetés nélküli szabadságot kell kivenni, és radikálisan csökkenteni az óraszámomat. Tehát ez jelent egy könnyítést, és hol kell még majd esetleg könnyíteni, az időtől függ. De ugye ezek azért olyan pozíciók, aki vezető pozícióban van, az tudja, hogy ezek mind olyan pozíciók, ahol én egy apparátusra, szakemberekre támaszkodom. Nem én végzem el ezeket a munkákat a szószoros értelmében, hanem irányítom azokat, akár egy kutatóintézetről, akár egy közigazgatási egységről, aminek következtében nyilvánvalóan attól is függ, hogy mennyire tehetséges, mennyire kiváló szakemberekkel dolgozik az ember, hogy mennyi ideje marad, mennyi energiája marad más feladatokra is. Én eddig nagyon szerencsés voltam az életben, mindig kiváló munkatársakkal dolgoztam. Én abban bízom, hogy a jövőben is majd ez így lesz. Most egyet leszögezhetünk ugye a választói megnyugtatására, hogy az országgyűlési képviselői megbizatását nem fogja, hogy mandátumát nem fogja visszaadni. Természetesen. Tehát ez a végén áll a sornak, hogy addig... Nem, mint ahogy most is folyamatosan járok programokra már a választókerületben, tehát függetlenül attól, hogy az országgyűlés... Úgy értem, hogy végén áll, ettől válna meg legkésőbb. Sőt, ettől nem válnék meg. Sőt, egészen nem fontosan. Egyet meg kell tartani neki. Mit szól ahhoz, kicsit távolabbról kezdjük a témát, hát nem mondjuk úgy, hogy leendő uniós miniszter, de hát unióhoz amúgy kötődő szakember, hogy az Európai Unióban küszöbön áll néhány intézkedés elindítása, úgy, mint jogállamiság eljárás, vagy a 7. cikkelynek az élesítés, amit Macron elnök is emleget néha, ő most a Soros elnök, vagy ők a Soros elnökség az Unióban, hogy ennek mi lehet a következménye, vagy az ön munkájára hatást gyakorolhat-e, akár mint képviselő, akár mint esetleges uniós miniszter? Hát ugye, ami a 7. cikk szerinti eljárást illeti, az viszonylag régóta folyik már, próbálom, azt hiszem talán 2018-ban az Európai Parlament kezdeményezésére indult el, és ez idáig túl sokra nem jutottak ezzel kapcsolatban. Volt néhány vita alkalom a külügyminiszterek tanácsában, vagy talán az általános ügyek tanácsában, ahol vitatták a magyar és a lengyel jogállamisági és demokrácia helyzetét. Nem tudjuk megjósolni, hogy ez merre felé megy, meg mi lesz ebből, milyen intenzitással zajlik. Vannak olyan elnökségek, például a horvát elnökség ilyen volt, ahol egyáltalán nem is tűzték ezt napirendre. Meglátjuk, hogy ez hogyan halad tovább. A másik eset pedig, ami nevezünk úgy, hogy jogállamisági feltételrendszer, ez egy teljesen új jogintézmény, amellyel kapcsolatban 2020 nyarán állapodtak meg a tagállamok, hogy úgymond a jogállamisági kritériumok érvényesüléséhez kötik az uniós források folyosítását. Ugye most mondta ki az Európai Bíróság ezzel kapcsolatban a magyar és a lengyel keresetet elutasítva, hogy ezek releváns és alkalmazható kritériumok, és most kezdődik majd az eljárás.
Nem megkerülni akarom a kérdést, nem lehet megmondani, hogy ez milyen gyorsaságú, mindenki tapasztalatlan ember az ügyben, a tagállamok ugyanúgy, mint az uniós intézmények, Magyarország ugyanúgy, mint Franciaország. Meglátjuk, hogy hova jut majd ez az eljárás. A mi szempontunkból azt hiszem az a fontos, hogy minél hamarabb érvényesítsük azt, hogy úgy a több éves pénzügyi kerettervből, az úgynevezett operatív programok révén, másrészt pedig a gazdasági, bocsánat, az újjáépítés és reziliencia alapból, tehát a koronavírus járvány gazdasági válságát kezelő plusz források révén a magyar gazdasághoz, illetve a magyar polgárokhoz minél hamarabb uniós források jussanak. Nyilvánvaló magyar kormány törekvése, de mit tesz annak érdekében vajon, hogy ez így is történjen, hiszen egy dolog kijelenteni, hogy szeretnénk, hogy, de ugyanakkor belpolitikai lépésekre is szükség lehet ahhoz, hogy elérjük ezt az üdvös állapotot. Én ezt saját tapasztalatból tudom, hogy 2010 és 14 között én is tárgyaltam nagyon sokat az Európai Bizottsággal és az Európa Tanáccsal, ami egy másik szervezet, de akkor ugye úgy alakult, hogy az igazságszolgáltatás átalakítását az Európai Bizottsággal kellett tárgyalnom, a médiatörvényt pedig az Európa Tanáccsal. És az ilyen tárgyalásoknál, ahogyan az szokott lenni, az ember elmondja az álláspontját, megpróbálja ezt meggyőző érvekkel alátámasztani, és van olyan, hogy sikerül a másik felet meggyőzni, és akkor ebben áll az intézkedés, de van olyan, hogy nem sikerül, sőt az ember belátja, hogy valóban úgy is értelmezhető, ahogy a másik fél mondja, és akkor módosítja a jogszabályt. Ez történt. Tehát ez akkor viták során fog kialakulni. Igen, ez történt az igazságszolgáltatás reformjánál is, a médiatörvénynél is változott több olyan passzus a tárgyalások eredményeként. Tehát én most is úgy vagyok vele, hogy szerintem a magyar kormány nyilván meglátjuk, hogy a tárgyalások során ez hogyan fog alakulni, részben próbálja a saját álláspontját védeni, részben pedig, hogyha arra van szükség, akkor a kompromisszumoknak megfelelően alakítja a jogszabályi környezetet. Igen, hát valószínűleg kevés az információnk, az ne haragudjon, de nekem még kevesebb, hogy ebben határozott kijelentéseket tegyünk, de az út az ezek szerint nagyjából világos most már nézőink számára is. Ugorjuk egy kicsit közelebb ez a régióhoz, illetve hát az ön személyhez, ha lehetséges, hogy vezet-e listát például a teendőről, kicsit visszautalva az első kérdésre, hogy mikor, mivel foglalkozik, vagy ilyen timesharing módszerrel megoldja, hogy mindig foglalkozik mindennel, és éppen a szembejövővel a leginkább. Az elfoglaltságaim közül? Igen. Hát általában kialakult az elmúlt időszakban, úgy fogalmaznék, hogy egy profilja a hétnek, tehát minden napnak máshol van a hangsúlya. Hagyományosan az eddigi beosztást tudom elmondani, az volt, hogy hétfőnként általában az Európa Kulturális Fővárosa programmal foglalkoztam, keddenként óráim voltak az ELTE-n, szerdán a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen voltam, csütörtök, péntek, szombat és néha vasárnap pedig a választókerület ügyeivel, vagy éppen az Észak-Dunántúli gazdaságfejlesztési övezettel, hiszen eddig még az is volt, foglalkoztam. Hogy ez most hogyan fog ugye változni, abban szerepe van annak is, az országgyűlés hogyan fog ülésezni. Most május 2-án lesz az alakuló ülése az országgyűlésnek, akkor látjuk meg, hogy hogyan akar munkarend, ugye? Igen, ez megint átrázza az egész naptárat. Vannak olyan fix pontok, ami nem nagyon tudok változtatni már. Vizsgaidőpontokat már kellett leadnom például az egyetemen. Azt nem mondhatom a hallgatóknak, hogy bocsánat, de ők most ne készüljenek, mert mégsem vizsgáztatok. De vannak olyan, és a legtöbb olyan program, ami azért mozgatható, nyilván most majd májusban kialakul az új munkarend. Lehetséges, hogy van egy másik lista is, ugyanis a választási kampány során számos ígéretet tett. Ezek megvalósításai nem kétlen, hogy nem csak önön múlik, mert függ a gazdasági helyzettől, sőt, valahol még az uniós lépésektől is. De mit gondol, hogy az eddigi ígéreteiből mi az, ami simán át fog menni, vagy mi az, ami esetleg másoktól függ, vagy nem teljesíthető? Gondolok itt például a kórház rekonstrukcióra, illetve a fertőző osztály felújítása, amiről van szó. Gondolok a tornapatak medrének a rekonstrukciója. Tehát ezek elég nagy falatok, 8-as főút, 70-es út, tehát Réphülöpi mentőállomás, hogy kicsit tágítsuk a kört. Ezek olyan dolgok, amik mindenképpen anyagi alátámasztást igényelnek, hogy ezen elgondolkodik-e néha, hogy biztosak-e ezek a források? Igen, hát ami a fertőző osztály felújítását illeti, illetve a Réphülöpi mentőállomást,
ott nem csak a költségvetésben elkülönített összegek vannak ennek az elvégzésére, hanem zajlik is a munka. A Révfülöpi mentőállomás az már működik, az ideiglenes jelleggel, és most készítik elő az állandó mentőállomás megépítését ott a mellette lévő telken, tehát az is folyamatban van, itt a fertőző osztály felújítása szintén folyamatban van, itt van ugye egy december 31-i határidő is, legyünk optimisták, igen, és bízunk abban, hogy ez meg is valósul. Ami a 77-es út és a 8-as utat illeti, ezeket valójában nem én ígértem, hanem így jöttek ki a lépések. Ezek adottak voltak. Igen, és én abban bízom, innentől kezdve valóban a feladat az, amit ön is mond, hogy ne engedjük lankadni a kormányzati akaratot, vagyis próbáljuk, hogy mondjam, a nyomni előre az ügyet. 8-as ügyben nekem van már egy pedigrém, akkor fogalmazzunk úgy, ugye 2010-ben, amikor képviselő lettem, akkor célul tűztem ki, hogy talán a nézők is emlékeznek rá, a Fehérvár-Veszprém közötti szakasz is sok esetben meglehetősen balesetveszélyes volt, hiszen nem volt korláttal elválasztva a négy sáv, sok helyen már az aszfalt is meglehetősen rossz állapotban volt. Éppen ezért akkor gőzerővel nekiálltunk lobbizni, és meg is épült, 14 őszén adtam át, már félig biztosként, félig még országgyűlési képviselőként a Herendi szakaszt, és ott tulajdonképpen meg is állt, tehát most azt tudom mondani, hogy az irántam érzett bizalmat talán azt támaszthatja alá, hogy egyszer már 4 év alatt egy Fehérvártól Fehérendig tartó szakaszt megépítettünk, illetve újjáépítettünk. Én abban bízom, hogy a most elkövetkező 4 év, ha arra nem is lesz elég, hogy elkészüljön teljes egészében az Ajka-Devecser, hiszen most a Herend-Devecser, mert tervezési fázisban van a dolog, és ahogy én tapasztalom az útépítésnél, a tervezés, engedélyeztetés és a többi sokkal hosszabb, mint magának az aszfaltnak végül a leterítése. De legalább abban bizony, hogy 26-ig el tudunk odáig jutni, ahonnan már nem lehet visszafordítani a folyamatot, és akkor 1-2 éven belül elkészül. A 77-esnél pedig még ennyit sem látok jelen pillanatban. Ha jól tudom, a Veszprém-Nagyvázsony közötti szakasz tervezése, illetve az Eger völgyénél, tehát a Kapolcs-Monostorapáti Pula rész elkerülők társadalmi vitája és egyeztetése zajlik, ez nyilván egy még hosszabb folyamat lesz. Itt is azon leszek, hogy próbáljam a magam lehetőségeihez képest sürgetni a dolgokat. Igen, hát professzionálisabb kollégáimhoz azzal ellentétben nem akartam közbevágni, a Révfülöpi mentálmást említette, adódna egy kérdés, ugye Rigg Lajos olyan felvetést tett még szintén a kampány idején, hogy ez tulajdonképpen a tapolcai ellátás gyengítésének rovására menne. Tehát ott de ez nem igaz. Akkor legyen szíves. Akkor is elmondta, az Országos Mentőszolgálat is elmondta. Egyrészt Tapolca, azok a mentők, amik Tapolcán vannak, azok most sem csak Tapolca városáért felelnek, hanem az egész térségért. Tehát én, ha mondjuk Kővágóörsi lennék, akkor akár ki is kérhetném magamnak azt, hogy azáltal, hogy most nem 20-25 kilométerre, hanem 5 kilométerre van tőlem egy mentő, azt miért állítja be egy tapolcai képviselő úgy, mint a térség ellátásának a veszélyeztetése. Az a mentő, még ha úgy is lett volna, hogy onnan egyet átvezényelnek Révfülöpre, akkor is ugyanúgy a térség ellátását szolgálja. Tehát ez inkább ilyen logisztikai változás. Könnyebb eljutni Révfülöpről, a Káli-medencébe, mint Tapolcáról. És az a térség, ez nem csak Tapolcából áll, hanem vannak ott települések, ugyanolyan állampolgárok élnek ott, ugyanolyan betegek élnek ott, mint Tapolcán. Ráadásul az Országos Mentőszolgálat adatszolgáltatása szerint ez a bizonyos negyedik mentő, ez mindig a nyári időszakban a plusz feladatok ellátását szolgálta. És egyébként is ott van. Igen, és most viszont már márciustól szolgálja a térségben élők ellátását. Tehát én ezt akkor is a kampányban csak nem akartam belemenni ebbe a vitába, mert ízetlennek tartom betegek sorsa fölött vitatkozni egy választási kampányban, de semmiben nem csorbítjuk az ott élők ellátását. Azért engedjük meg, hogy Rigg Lajos is a betegek érdekében szólt a sajátos szempontjai alapján, és ön is, hát nyilván van distancia két fél megközelítés között, mint oly sok mindenben a világon két fél megközelítése között. Ha jól tudom, most a polgármester úrhoz készül ezután az interjú után, és említettem én az imént a tornapatak rekonstrukcióját. Igen, igen, észrevettem. Igen, ezen dolgozunk. A
Ugye most az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozik az úgynevezett KEHOP operatív program, amely egy környezetvédelmi operatív program. A Tornapatak kapcsán, hát most már lassan fél éve dolgozunk együtt polgármester úrral, és lobbizunk a minisztériumnál is, mert ez egy meglehetősen költséges vállalkozás. Ugye a belvárosi szakasz rehabilitációjáról van tulajdonképpen szó, ami azt jelenti, hogy visszavadítanánk, vagy visszatermészetesítenénk a Tornapatakot. Igen, a mostani szátfalak helyett ugye egy kellemesebb környezet lenne. Ami általában a villámárvizeket is valószínűleg meg tudná előzni, vagy legalábbis jobban kezelni. Ezen dolgozunk, ehhez szükség van TOP, tehát a területi operatív programnak a pénzeire is, mert önmagában az ITM-ből származó források nem elégségesek. Dolgozunk mind a kettőn. Továbbra is határozott ígéreteink vannak arra, hogy ezt meg tudjuk valósítani, de ez is egy nyilván egy több éves program. Jó a kapcsolat polgármester úrral is, a minisztériummal is, dolgozunk. Még Ajkán maradva részben, nyomon tudja-e követni az ön által indított vagy gondozott projekteket, gondolok itt a kriptonházra például, hogy az nincs lezárva nyilvánvalóan, de hát van-e valamilyen rálátás, vagy érdeklődik-e, hogy hol tart a dolog, feladatának tartja ezeket az ügyeket? Hogyne, hát a kriptonháznál ugye az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében nyert Ajka városa egy 300 millió forintos kezdőösszeget, fogalmazunk így, hiszen maga a kriptonház beruházás egy sokkal, sokkal nagyobb, több milliárdos beruházás, a 300 millió forint az valóban csak a projekt kezdésre elegendő, de az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat időben is és költségvetését tekintve is ennél többet nem tud most adni, hiszen az EKF költségvetési lehetőségei 23 év végén megszűnnek. Ugye 23 az év, amikor igen, Európa Kulturális Fővárosa lesz. Igen. Éppen ezért azt néztük most, polgármester úrral is beszéltünk már erről, hogy milyen esetleg olyan turisztikai, ipartörténeti, kreatívipari források lehetnek a jövőben, amivel alá tudjuk támasztani, illetve folytatóvá tudjuk tenni a Kriptonház programot. Egy nagyon jó, nagyon értékes programról van szó, itt még keressük a forrásokat, a 300 millió most még tart, tehát az még lendületben tartja a projektet, azt kell elérnünk, hogy mikorra ez a 300 millió forint kifut, addigra próbáljunk megtalálni valamilyen olyan további pénzügyi alátámasztást, ami tovább vihetővé teszi a programot. De nem fog leállni a program. Hát én bízom, hogy ezért mindent el fog követni. Hogy leálljon a program. Igen, még egy kérdésem lenne, mint kuratóriumi elnökhöz fordulok, ön azért van egy alapítvány kuratóriumának elnökeként, hogy úgy tudom, hogy az egyetem és Ajka együttműködése elég jól halad, sőt híreim szerint május 6-án ugye kampuszt is avatnak Ajkán. Mit tud erről mondani? Az Újvilág utcában avatjuk ezt a kampuszt, ezt Ajka városa ajánlotta föl, egy bérleti konstrukcióban fog megvalósulni. Itt helyileg is most már jól azonosíthatóan indulnak meg azok a képzések, amelyek egyrészt a szakképzésben résztvevők számára teszik lehetővé azt, hogy felkészítés révén, vagy már az egyetemi képzés elemei révén bekapcsolódjanak az egyetemi oktatásba. Ugye az a célunk, hogy egyrészt a kampusz épülettel jelezzük az elkötelezettségünket, itt vagyunk Ajkán, és Ajkát egyetemi várossá is tesszük ezáltal. Másrészt pedig valóban mi Pannon Egyetem is érdekeltek vagyunk abban, hogy ennek a térségnek a népesség és ifjúság megtartó ereje erősödjön. Abban bízunk, hogy azzal, hogy képzéseket hozunk ide, illetve egy Ajkától 30 kilométerre lévő városban teljesítheti ki a felsőoktatási tanulmányait valaki, és utána vissza tud jönni ide szakembernek, ez ugyanúgy Ajka érdekét szolgálja, Veszprém érdekét szolgálja, és az egész magyar nemzetgazdaság érdekét is szolgálja. Tehát a kampusz itt számunkra nem egy üres iroda lesz, nem egy alibi intézmény lesz, hanem egy nagyon fontos, a hálózati működés egyik gócpontja. Ugye ebből a szempontból a Pannon Egyetem országos szinten is példamutató működést produkál, hiszen Zalaegerszegen is van, Kőszegen is van kampusza, Nagykanizsán is van kampusza, és ezek jól működő kampuszok. Én abban bízom, hogy az Ajkai, ez a mostani kezdő lépés is egy erős kampusszá fogja kinőni magát. Nyilván részleteket később fogjuk megtudni, arra később vissza is térünk, hogy köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.